modern városok, több 10 milliárdos fejlesztések Dunaújvárosban. Orbán Viktor aláírta a Modern Városok Program Dunaújvárosi szerződését. Miniszterelnöki látogatás. Címlapon Dunaújváros, a miniszterelnöki látogatásról a legtöbb országos sajtó is tájékoztatást adott. Gála, minden korosztály és minden szakák képviselője bemutatta tudását a Dunafer esett torna szakosztályának évzáróján. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunaújváros TV híradóját látják. Újra indul az élményfürdő és összekötik az uszodával. 1800 férőhelyes kézilabda csarnok épül. Rendeződik a zöld STK helyzete. A vasútállomás mellé költözik a buszpályaudvar. Lesz új szálloda, és még 11 hasonló fejlesztést jelentett be a miniszterelnök Dunaújvárosban. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a politikában is vannak becsületbeli ügyek, és Dunaújváros is az. Nem ipari város, hanem 15 év múlva is modern ipari város lesz a Dunaújváros. Valódi modern ipari várossá kell fejlődni a Dunaújvárosnak, be kell tudnia kapcsolódnia a mazajló ipari forradalomba. Erről beszélt a miniszterelnök. A gazdaság fejlesztési program egyik pillére egy áruforgalmi csomópont lesz, amihez 500 hektár területet biztosít a kormány. A miniszterelnök szerint Dunaújvárosban hamarosan munkaerőhiány lesz, ezért fontos a térség összekapcsolása a várossal. Mint egy 4 milliárd forint értékben útfelújításokat fogunk végrehajtani Dunaújváros, Nagyvenyi, Mezőfalva, Sárbogárd irányba, később pedig Cece, Németkér és Paks irányába is, és ezt az egész térséget föltárjuk. A béketéri buszpályaudvart átköltöztetik a vasútállomásra, így egy modern közlekedési csomópont létesül 3 milliárd forintból. És az összes városi buszt hamarosan elektromos meghajtásúra cserélik, erről a kormány pénteken a Nemzeti Busz Stratégia kapcsán dönt. A Dunaújvárosi Egyetem pedig pénzt kap arra, hogy hamarosan elindíthassa az elektromobilitás kutatást és képzést. Van egy SEB a város testén, ez egy egykori orvosi rendelő, ami most egy torzó. 1 milliárd forintot ad a kormány a zöld STK-ra. Még nem dőlt el, hogy felújítják-e és irodákat helyeznek el benne, vagy lebontják. Az élményfürdő is hamarosan ismét a város lakóié lesz. Dunaújváros 3 milliárd forintot kap a rendbetételére, és arra, hogy visszaszerezze a banki tulajdonból. Megállapodtunk abba, hogy azt onnan ki kell szabadítani, meg kell szerezni, fel kell újítani, működtetni kell és össze kell kötni a Fabu úszodával, amit szintén rendbe fogunk hozni, tehát az egész térséget rendbe fogjuk ott hozni. A radari sporttelep is megújul, 700 millió forintot költenek rá, hogy a birkózók, illetve a többi sportoló is kulturált körülmények között készülhessen. A kormányfő azt is bejelentette, hogy a 2017-es állami költségvetésben külön soron szerepel a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia sportcsarnoka. Az 1800 férőhelyes csarnokra 2 milliárd forintot szánnak. Most fogadja el a jövő héten reményeim szerint a Magyar Országgyűlés a 2017-es évi költségvetést, és abban külön soron szerepel a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia számára építendő csarnok, sportcsarnok. 2 milliárd forintos tétellel egy 1800 férőhelyes csarnokot fogunk megépíteni. Nincs a városnak egy komoly szállodája. Egy szálloda nélkül a modern világban pedig nehéz boldogulni, ezért a kormány segítségével az is épül, mondta Orbán Viktor. A Mondba kúriába költözzön a múzeum, és a múzeum helyén pedig jöjjön létre egy városi szálloda. Az üzemeltetésről, tulajdonlásról meg majd a város dönt. Ez 2,9 milliárd, tehát majdnem 3 milliárd forint költséget jelent. 900 millió forintot biztosít még a kormány víztisztításra, illetve a vízközmű hálózat felújítására további 1,2 milliárdot. A városi arborétum felújítására 100 millió, a volt Vidám parkra pedig 380 millió forint jut a Modern Városok program keretében Dunaújvárosnak. Dunaújvárosba látogatott Orbán Viktor, a miniszterelnök a Modern Városok program szerződését írta alá. Cserna Gábor polgármester fogadta, majd a város vezetőkkel tárgyalt arról, hogy a város saját elképzelései közül melyiket támogatja a kormány. A miniszterelnök a város lakóival is találkozott. Szocsi megy, ország megy, ez a lényeg. Régi ismerősként fogadta a kormányfőt a sportmérkőzések állandó résztvevője, az önkormányzat képviseletében pedig Cserna Gábor polgármester üdvözölte és kísérte Orbán Viktort a városházára. Ezt követően a miniszterelnök és munkatársai csak nem 2 órán át tárgyaltak Cserna Gáborral és a városvezetéssel.
11 kamera, az országos napilapok tudósítói, rádiós és online szerkesztőségek munkatársai várták a polgármestert és a miniszterelnököt a sajtótájékoztatóra. Az M1 hírcsatorna a sajtótájékoztatót élőben közvetítette. Együttműködési megállapodást ír alá a Modern Városok program keretében. A tájékoztató elején aláírták a Modern Városok program Dunaújvárosra vonatkozó megállapodását. A sajtótájékoztatón Cserna Gábor polgármester hangsúlyozta, a sikeres városfejlesztés nem képzelhető el a kormány segítsége nélkül. Előttünk a város, mögöttünk a kormány. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, előttünk vannak dunajos polgárai, akik kétszer megtiszteltek bennünket bizalmával, és köszönöm miniszterelnök úrnak, a mai napon is mögöttünk van a kormány, mely garanciája Dunajváros jövőbeli fejlődésének. Cserna Gábor polgármester végig sorolta a városban az elmúlt 6 évben történt fejlesztéseket, kiemelte a városházatér felújítását, valamint a Szent Pantaleon kórházat érintő beruházásokat. Az egyik legfontosabb helyen említeném a kórházunk fejlődését. A kórház, amely már közvetlenül nem önkormányzati intézmény, de mégis a mi városi kórházunk, a Szent Pantaleon kórház. Itt több milliárdos fejlesztésnek köszönhetően, ugye műtőblokkal, technológiai tömbbel gazdagodhattak. Ahol most vagyunk, igazán büszkék a dunajasi polgárok, az új felújított városházatérre, melyet 2014. novemberében adtunk át, akár erre a teremre, mely ennek a felújításnak a része volt, és az új rendezvénytermünk házasságkötő, illetve honosítási eseményeknek ad lehetőséget. A kormány 2015 tavaszán hirdette meg a Modern Városok programot. Ennek részeként a kormányfő az ország mind a 23 megyei jogú városába ellátogat, ahol a városvezetőkkel egyeztet a fejlesztési elképzelésekről és a közösen megfogalmazott célokhoz támogatási forrásokat is biztosít. A Modern Városok fejlesztési program Dunaújvárosi látogatása során a Dunaújváros TV-nek egy exkluzív interjút adott Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, a fejlődés közös érdek, és csak közösen valósítható meg. Ahhoz, hogy egy város fejlődni tudjon ma Magyarországon, ahhoz egy szoros és jó kapcsolat kell a mindenkori önkormányzat és a kormányzat között. Bizonyos fejlesztéseket az önkormányzatok saját erőből is meg tudnak oldani, de nagy léptékű dolgokat azonban nem. Ilyen a magyar közigazgatás, a magyar gazdasági rendszer, ilyen a magyar valóság. Az interjút híradónk után megtekinthetik egyben. 1988 óta az ENSZ egészségügyi világszervezetének kezdeményezésére május 31-e a dohányzásmentes világnap, amelynek célja felhívni a figyelmet az egészséges életmódra és a cigarettázás negatívumaira. Május 31-e dohányzásmentes világnap, amelynek célja felhívni a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Városunk lakóit kérdeztük, mi a véleményük dohányzó társaikról. Én nem szeretem amúgy a dohányzást, főleg nem, hogyha zárt térben csinálják, hogyha még így a szabadban annyira nincs is vele problémám, mert ugye a gyárak is engednek ki annyi füstöt, mint amennyit ugye a dohányosok. De hát én 20 éves vagyok, és még soha nem próbáltam ki, úgyhogy ennél, szóval ilyen közeli élményem még nincs róla, úgyhogy többet nem nagyon tudok mondani. A dohányzásmentes világnapról a megkérdezettek többsége úgy véli, e kezdeményezés hatására talán majd tudatosul az emberekben a cigarettázás rengeteg negatívuma. Úgy vélem, egy egészségesebb világ fele megyünk talán így, hogyha esetleg tényleg érdekli is az embereket, és csinálják is majd. Nem tudom, mondjuk ez miben fog megnyilvánulni, de hát gondolom az, hogy kevesebbet fognak aznap cigizni az emberek. És ez biztos mindenképpen jó. Talán megindul az emberekbe, hogy abba kellene hagyni a dohányzást. Talán jobb levegő lenne, egészség is talán egy kicsit jobb lenne. 1988 óta az ENSZ egészségügyi világszervezete kezdeményezésére május utolsó napján tartják a Nem Dohányzók Világnapját. A program keretében országszerte azért kampányolnak, hogy ezen a napon minél kevesebben gyújtsanak rá. Az európai, valamint a magyar acélipar helyzetéről tartott sajtótájékoztatót a Demokratikus Koalíció helyi szervezete, ugyanis az Európai Unió május 12-i szavazásával ellentétesen a magyar kormány a hétfői ülésén támogatta a Kína piacgazdasági státuszának elismerését.
Ennek értelmében a keleti ország korlátlanul, bármilyen mennyiségben, vámmentesen hozhatná be termékeit az Európai Unió területére. A Dunafer acélgyártása kifejezetten veszélybe van akkor, amikor nem kapja meg az uniós acélpiac ezeket a védővámokat. Ugye nem kell mondani, hogy Kínában dömpingáron, nagyon olcsón, állami szubvencióval, tehát állami támogatással gyártják az acélt. Olyan áron, amit mi elképzelni se tudunk, tehát őnekik bármilyen áron megéri ezeket eladni, és ezzel nem versenyképes az európai acélpiac. Pesztercei Zsolt hozzátette, amennyiben nem vezetik be a védővámokat, akkor az európai acélgyártás mellett a Dunafer működése is ellehetetlenül. Minden korosztály és minden szakák képviselője bemutatta tudását a Dunafer esett torna szakosztályának évzáró gáláján. Az eseményen több mint 200 tornász vett részt, akik szüleik, rokonaik, barátaik számára tartottak bemutatót a tornacsarnokban. Mindenki bemutathatta a tanultakat a Dunafer esett torna szakosztályának évzáró gáláján. A rendezvény célja az volt, hogy a nyári szünet előtt a tornászok szüleik, barátaik, rokonaik előtt tartsanak bemutatót a tudásukból. A legfiatalabbak között volt olyan, aki azt is elárulta, miért ajánlaná társainak a tornát. Ez, hogy ez jó sport, meg hogy itt fejlődni lehet, ilyeneket. Makovics Mirtil több gyakorlatot is bemutatott a nézőknek. Gerendáztam, ott egy kicsit hosszabb ideig voltam fent, hogy látványosabb legyen, hogy a gerendán, ahogy dolgozunk. Volt egy gumiasztalos szám, ami egy közös szám volt, és volt a végén egy zenés bemelegítést, amit ugyanúgy mindannyian hobbi szinttől kezdve, hogy versenyszintig. Együtt csináltuk. Mint azt Jó Gabriella, a Dunafer esett torna szakosztályának edzője kiemelte, a rendezvény műsorában a változatosságra törekedtek, hogy azok az érdeklődők is minél jobban megismerhessék az egyesületben folyó munkát, akik az edzéseken nem láthatják azt. Igyekeztünk úgy összerakni a műsorszámokat, hogy minél több felé kelljen kapkodni a nézőközönségnek a fejét, hiszen több fajta produkció volt gumiasztalon, visszamentünk egy kicsikét a fiú tornászokhoz is, ugye, hiszen ők is bontogatják a szárnyaikat, illetve az összes szert megpróbáltuk bevonni, ami fellelhető itt a tornacsarnokban. Kicsiktől a nagyokig, a válogatottakon át mindenki megmutatta magát, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Mint az Török Dániel edző hangsúlyozta, az esemény fontossága abban is rejlik, hogy a gálán minden korosztály és minden csoport együtt tornázott, amire évközben nincs alkalom, hiszen az edzéseket eltérő időpontban tartják. Ez véleménye szerint kiváló alkalom arra, hogy ne csak a hozzátartozóknak és barátaiknak, de egymásnak is megmutassák a tornászok, mit tanultak az elmúlt év folyamán. Óvodástól kezdve a tinédzserekig, az élversenyzőktől a tanfolyamosokig mindenki egy helyen, sőt mindenkinek a hozzátartozója egy helyen. Ilyenkor megnézzük egymás tornáját, az összes csoport, az összes gyerek valamit alkot ilyenkor. Egy bemutató formájában elmondjuk a főbb eredményeket, a főbb poénokat, amik évközben történtek. Tehát ez, igazából ez már egy alkalom nálunk, hogy ezzel zárjuk az évet, hiszen innentől kezdve jön a nyár, és csak az élversenyzők fognak a tornateremben gyakorolni. A tanfolyamosok, illetve az óvodás csoportok majd szeptember közepétől indulnak újra, most ők nyári szünetre mennek. A Dunafer esett torna szakosztályának évzáró gáláján több mint 200 gyermek vett részt. Az esemény utolsó száma az edzők bemutatója volt, akik óvodásnak öltözve szórakoztatták a közönséget. Szerdán eleinte gyengén felhős, nagyrészt napos idő lesz, délután egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, marad az olykor erős déli szél és a 25 fokos nyári meleg. Következnek fő híreink még egyszer, röviden. Modern városok, több 10 milliárdos fejlesztések Dunaújvárosban. Orbán Viktor aláírta a Modern Városok program Dunaújvárosi szerződését. Miniszterelnöki látogatás, címlapon Dunaújváros, a miniszterelnöki látogatásról a legtöbb országos sajtó is tájékoztatást adott. Gála, minden korosztály és minden szakák képviselője bemutatta tudását a Dunafer esett torna szakosztályának évzáróján.
Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.